Kereskedők, szolgáltatók és vendéglátósok gyűltek össze immár második alkalommal, hogy együtt ötleteljenek. Hogyan lehetne visszacsalogatni a vásárlókat, vendégeket a történelmi belvárosba? Azért vannak itt, hogy kitalálják a jövőt. Erre hívtam és invitáltam mindenkit. A jövő az azt jelenti, hogy a város lakosságát vissza kell hívni, vissza kell csalogatni a belvárosba. Van mit nézni, látni, vásárolni, csak megfelelő helyzetet és alkalmat kell teremteni a városlakóknak. Az együttműködést belvárosi üzletkör néven egy civil szervezet fogná össze. Várják a történelmi városmagban, illetve vonzás körzetében működő vállalkozásokat, hogy minél szélesebb körül legyen az összefogás. Nagyon szeretném veletek megbeszélni, hogyha ezt a belvárosi üzletkört úgymond megalapítjuk, vagy megalapítottuk, akkor milyen célunk legyen, hisz a cél a legfontosabb, hogy ezt ki tudjuk tűzni. Illetve az együttműködésnek a formájáról lenne szó, és az ehhez kapcsolódó konkrét teendőkről, feladatokról, mint a logóválasztás, hirdetés, pénzügyi alap, és hát a társszervezetekkel való együttműködésről. Az összejövetelek egyik legfontosabb feladata tehát, hogy együttműködve, egymást kiegészítve dolgozzanak a vállalkozások, valamint mondják el ötleteiket. Én arra gondoltam, hogy az internet egy hatalmas hatalom, és kellett esetleg csinálnunk egy közös internetes oldalt, vagy egy Facebookos oldalt, ahol mindenki összefogna ebbe a dologba, és valaki, aki egy arra megbízott személy kezelni ezt a dolgot, hogy mindenki megfelelő helyen és időben jelenjen meg rajta. Ezzel le lehetne mérni az érdeklődéseket, tehát erről kellene visszajelzést is adni mindenkinek, hogy milyen volt a fogadtatás. Hamarosan egy látványos akciót is tart a belvárosi üzletkör. Csütörtökönként hosszított nyitvatartással várják a látogatókat. Április 4-től a Hosszú Csütörtök című programot szeretnénk beindítani. Ez azt jelenti, hogy 19 óráig, azaz 7 óráig nyitva lennének a körhöz csatlakozó üzletek. Ezt egy kis logóval is jeleznénk az üzlet kirakatában, illetve az ajtaján. A körhöz nem csak a belvárosi vállalkozókat várják, hanem azokat is, akik segíteni szeretnék a történelmi városmag fellendülését.